európai parlamenti képviselőként tevékenységének egyik alappillére a kisebbségvédelem. Egyre pregnánsabban jelentkezik az Európai Unió politikai közbeszédében az őshonos és a bevándorló kisebbségek közötti különbségtételnek a szükségessége. Miért van erre szükség, illetve hol van a határvonal? Egyáltalán a kisebbségek védelme az előtérbe került, gazdasági válság, migráció, politikai válság, lásd ugye itt a keleti fronton a háborút, ugye Ukrajnára gondolunk, és a nagy kérdés valóban az, hogy hol a határ, hiszen a Európa nyugati felében az elmúlt évszázad második felében, a második világháború óta többé-kevésbé sikerült a kisebbségek számára is megnyugtató módon rendezni ezeket a kérdéseket. Azért többé-kevésbé, mert Görögország és Franciaország esetében nem dicsekszünk, míg Európa keleti felében nem. De közben Európa nyugati fele feltelt új bevándorló kisebbségekkel, és ugye 2005-ben 100 éves lett az 1905-ben bejegyzett muzulmán vallási közösség. Szekuláris francia állam is támogatja az egyházakat és a civil szervezeteket. Ők már a román gondolkodás szerint ugye 100 éve, ott több mint 100 éve ott vannak, minek számítanak. Fontos különbséget tenni, hiszen annak idején romániai szenátorként hallottam ezt a választ a román-német baráti társaság német elnökétől, aki a parlament alelnöke is volt, hogy hát minek nektek egyetem, mikor a németországi törököknek középiskolájuk sincsen. Tehát a határ nehezen húzható meg, de nekünk az a feladatunk, hogy minden alkalommal emlékeztessük őket, hogy mi nem bevándoroltunk 50, 100 vagy 200 évvel ezelőtt ebbe az országban, hanem az ország vándorolt ide fölénk, és különbséget kell tenni a bevándorlók között, akik önként adják föl a hazájukat, és keresnek egy új országot, és oda illik beilleszkedni, míg a Európa lakosságának 8-10%-a, az közel 50 millió ember nem bevándorolt, hanem a határok röpködtek a fejük fölött, és joguk van a kultúrájukhoz, anyanyelvükhöz, identitásukhoz. Egyben közös a feladat, az illető országnak, államnak a felelőssége, a kötelessége, hogy a bevándorlók jogait is, és az őshonos kisebbségek jogait is tiszteletben tartsa. Négyféle ország létezik az Európai Unióban, ahol mondjuk az elsőt kezdjük a jó tanulókkal, ahol jó törvények vannak és be is tartják azokat, ilyen Finnország vagy Olaszország, a dél-tiroli autonómia, ugye a finnország és svédek kulturális és területi autonómiája. A második kategória az, ahol kisebbség ellenes törvények vannak, mint például a Szlovákiában. A harmadik kategória ide tartozik Románia, és ahol van valamiféle alkotmány, szabályozás, de hiányos, ugye lásd a kisebbségi törvényünk 947-es, legjobb jó indulattal sem sikerült, nekik túl sok, nekünk túl kevés, amit ugye ebből a kisebbségi törvényből közös megegyezésként hát parlament elé lehetne vinni, nekik túl sok a kisebbség, a kulturális autonómia, nekünk túl kevés, és nem is tartják be. Lásd a MOGYE, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeriszi Egyetem ügyét. És a negyedik kategória Görögország és Franciaország, ahol el sem ismerik a kisebbségek létét, tehát ergo nincs mit betartani. Na most az a feladatunk, hogy miközben megmutatjuk, hogy hol a határ, vagy megpróbáljuk meghatározni, hogy kik a kisebbségek, ez is egy nehéz kérdés, hagyományos nemzeti kisebbségek, a közben ezt a felelősséget, minden tagállam, uniós tagállam felelősségét is ébren tartani, és azt mondani, hogy ahogy sikerült egyelőre törvénykezés szintjén egy roma stratégiát hát nem ráerőltetni, de
ajánlani a tagállamoknak, amit illik betartani, ugyanúgy a kisebbségvédelem területén is illene minden tagállamnak ezt a kérdést rendezni, mert ez nem csak jogállam kérdése, ugye betartod-e a szerződés, a lisszaboni szerződésben lefektetett követelményeket, nem csak emberjogi kérdés, vagy kisebbségügyi kérdés, hanem gazdasági kérdés is. Tanulmányok igazolják, lásd Dél-Tirolt is, hogy ahol béke van többség és kisebbség között, ott gazdasági fejlődés is van, de ugyanakkor biztonságpolitikai kérdés is, mert ugye egyszerűen mondva, ha mi szomszédok vagyunk és egymással csatározunk, és éjszaka sem alszunk már, akkor hogyan fogunk dolgozni? És nem utolsó sorban haragszanak, amikor ezt mondom, hogy a saját önző kis jövőjükre és világukra is gondoljanak ezek a tagállamok, mert belátható időn belül, egy évszázadon belül, ha nem is kisebbségbe kerülnek a saját országokon belül, de évi 1,5-2 millió bevándorlóval, a népesedési mutatókat megfigyelve, ugye a század végre körülbelül 80 millió muzulmánnal Európában, egy teljesen más helyzet fog kialakulni. Az örökösen renitenskedő magyarok, mondanám, az Unió hogyan reagál arra, hogy Magyarország, illetve a magyar nemzeti kisebbségek képviselői, gondolok itt Szlovákiára és Romániára, folyamatosan terítéken, napirenden tartják a kisebbségvédelem problémakörét? Ennek megvan az előnye és a hátránya, és két kérdés van itt. Ugye az egyik a Magyarország kérdése. Ez egy bonyolultabb ügy, de mindenki látja azt, hogy az eddig szajkózott európai megoldások, a liberális piacgazdaság, vagy a felelős szociális piacgazdaság, ahogy Merkel fogalmazott, a kancellár, valahogy nem működik. Tehát nem lehet szabadjára engedni, teljesen szabadjára engedni, és a szabad piac szabályainak, vagy szabálytalanságának átengedni az egészségügyet, az oktatásügyet, bevándorláspolitikát sem. A másik pedig az örökké renitenskedő magyarok. Hát nyilvánvaló, hogy egy kényes egyensúlyról van itt szó, miközben felmutatom a közösségem értékeit, tánc, kultúra, bor, pityóka az elmúlt időszakról, ugye mindenki tudja, hogy mit mondok. Bemutattuk azokat az értékeket, amelyek minket és Európát is gazdaggá tesznek, ugyanakkor a problémákat is fel kell vetni. És itt mindig egy kényes egyensúlyt kell tartani. Van úgy, hogy a szlovák nyelvtörvény kérdésében ugye akárhogy is tudtuk, hogy mit kell mondani, megkértük, hogy a német kollega mondja el. Igen. Vagy most ugye állandóan fel kell mutatni az előnyöket is, az eredményeket is, de a hibákat és a hiányosságokat is. Most legközelebb ugye februárban egy nyelvi konferenciánk lesz, ahol igyekeztünk elsősorban nem magyar szakembereket megszólaltatni, hogy nehogy azt higgye az Európai Parlament, vagy a képviselők, vagy a bizottság, hogy ez egy magyar probléma. És ugyanígy áprilisban lesz egy meghallgatás, egy szakmai előkészítő konferencia egy esetleges majd jövőbeli törvénytervezet jelentés érdekében. Ezen a szakmai meghallgatáson is igyekeztünk elsősorban nem magyar kérdésként és nem magyar előadókkal tálalni a problémát. Ugye erre szoktam én mondani, hogy uniós csomagolásban kell az asztalra tenni a problémát. Nem azt mondom, hogy a szlovák nyelvtörvény sérti a magyar kisebbség érdekeit, hanem uniós polgárok jogai sérülnek. Nem azt mondom, hogy elvették tőlünk magyaroktól a Mikó kollégiumot, hanem hogy magam mellé állítsam a spanyolokat, akik nem szeretik úgy általában a kisebbségi kérdést, vagy a franciák nem értik. Azt mondom, hogy nem a csatlakozáskor tett ígéreteknek megfelelően jár Románia, nem ad, hanem visszavesz. Jereváni rádió, ugye, hogy nem kapott egy Mercedes-t, hanem loptak tőle egy Trabantot. Mi a helyzet a számonkérés lehetőségével? Gondolok itt arra, hogy a csatlakozás utáni számonkérés például kisebbségvédelmi területen. Az uniónak az alkotmánya, ugye a lisszaboni szerződés, az 2009 óta létezik. Ebben a szerződésben
érthető módon szerepel nem csak a diszkrimináció tilalma, nem csak az, hogy a kisebbségekhez tartozók jogait tiszteletben kell tartani, hanem az is benne van a szerződésben, hogy a soknyelvűség, a kulturális sokszínűség érték. És ezt az értéket ugye hát mindenképpen meg kell őrizni, tenni kell valamit, tehát nem csak a jogsérelmeket kell orvosolni, hanem tenni kell valamit azért, mint ahogy ugye tesznek azért, hogy ne pusztuljanak ki Európa területén növényritkaságok és állatfajok és lepkék és bogarak, ne pusztuljon ki Európa gazdagsága sem, a soknyelvűség, a kulturális sokszínűség. És a román alkotmányban, hogy egy párhuzammal éljek, 2003 óta szerepel az anyanyelvhez való jog a kisebbségek esetében, és látjuk, hogy eltelt majdnem 12 év, és még birkózzunk, hogy megértsék, hogy a szubszidiaritás nem azt jelenti, hogy a román oktatási törvény Marosvásárhelyi Egyetemen nem kell betartani. Na most, amíg a lisszaboni szerződésben foglaltak, ugye a tagállamok, mindegyik tagállam terület hát érvénybe lépnek és gyakorlatba kerülnek, eltelik egy kis idő, a számon kéréssel a következő a helyzet. Nem csak Magyarország esetében merült ez föl itt ugye a magyar elnökség óta, erről többet hallottunk, de a román és a cseh kormány is kapott levelet a bizottságtól, erre a levélre érkezett egy válasz, és éppen a magyar vita kapcsán jutottunk konszenzusra, hogy a Velencei Bizottság szakvéleményezése, az Európa Tanácsi ajánlások minden tagállam esetében kötelezőek kell legyenek. Ugyanakkor ma már a liberális frakciónak is volt egy javaslata, hogy ahogy pénzügyi kérdésekben számon kérik, láthatjuk azt is, hogy milyen nehezen megy, meg kettős mércével mérnek Franciaországnak, mindig megengedik a költségvetési hiány túllépését, a kelet-európai országoknak kevésbé. Tehát ahogy pénzügyi kérdésekben van egy utólagos számonkérés, ugyanúgy koppenhágai kritériumok, az emberi jogok, kisebbségekhez tartozók jogai esetében is legyen egyfajta monitorizálás. Minden évben egyébként születik egy olyan jelentés, hogy az emberi jogok helyzete az Unióban. Legutóbb ez volt a Michel jelentés, amit egy liberális belga kollégánk fogalmazott meg, és ebben a jelentésben ott szerepelnek az általunk is benyújtott módosítóindítványok, hogy igenis kérjék számon a tagállamokat, hogy hogyan tartották be. Az, hogy hogyan tartották be a csatlakozáskor tett ígéreteket, hogyan tartják be az alkotmány szellemét. Az, hogy ebből mikor lesz gyakorlat, és hogyan alakulnak ki ezek a számonkérő mechanizmusok, ez most van alakulóban. Egy ilyen, mondjuk így, hogy mechanizmus, ugye az előbb említett éves jelentés, a kisebbségek helyzete az Európa, illetve az emberi jogok helyzete az Európai Unión belül, ugyanakkor ügynökségei is vannak az Európai Uniónak, ilyen az emberjogi alap, az alapjogú ügynökség, Fundamental Rights Agency bécsi székhelyen, ahol minden évben készül egy jelentés, legutóbb most már a migráció, a munkavállalás miatt egy olyan jelentés is készült, először vizsgálták meg, hogy mennyiben diszkriminálják a tagállamok etnikai alapon a munkavállalók jogait. És egy további lehetőség ugye a lisszaboni szerződés óta a polgári kezdeményezés, hogy a nemzeti... Ami sajnos még nem sikerült egyszer sem átvinni. Nemzeti parlamentek 100-200 ezer, az Európai Parlament 1 millió aláírással hát hathat a törvényhozásra, hogy tárgyaljanak egy kérdést, nem csak kisebbségi kérdésben, minden más kérdésben elutasították, a bizottság félt és rettegett, úgy látszik, minden témától. Megadta a lehetőséget, csak nem lehetett végigvinni. Így van. Ebből látszik, hogy az Európai Parlamentben is emberek vannak, és nem minden törvény vagy javaslat az tökéletes. Most két szakbizottság tárgyalja újra ezt a kezdeményezést, és egy jobbított változatban kerül az asztalunk elé. Valószínűleg nem a bizottság fogja eldönteni, tenni, hogy foglalkozhat, vagy nem a kérdéssel, hanem esetleg ez csak egy javaslat az ombudsman, az Európai Ombudsman, de szeretném azt hangsúlyozni, hogy mind ahogy a székely menetelése módja meg
a civil társadalom sem oldja meg a politika kérdéseit, csak rá segít, ugyanúgy a polgári kezdeményezés is csak egy segítség lehet abban a folyamatban, amit úgy hívunk, hogy törvényhozás. És nem utolsó sorban ott van az úgynevezett szakmai civil lobbying, az úgynevezett frakcióközi munkacsoportok, a kisebbségi intergroup és még 21 ilyen intergroup, ahol országhatárok és politikai színezetek nélkül vitatjuk meg, lobbizunk, hatunk a többi képviselőre, és minden más alkalom, szakpolitikák, ugye egészségügy, munkaügy, oktatás ügyben lettett javaslataink, ahol mindig a kisebbségi kérdés, kisebbségekhez tartozók, anyanyelv használata, médiához való joga, munkához való joga esetében úgymond nem becsempészük, de letesszük azokat a módosítókat, amelyek arra figyelmeztetik Európát, hogy Európa lakosságának a 10%-a, aki hagyományos nemzeti közösség, kisebbséghez tartozik, ugyanolyan jogokat kell élvezzen, mint Európa többi polgára. Paradigmaváltásra van szükség a kisebbségvédelem területén is. Miről is van szó? Friss hír az, hogy az Unió 2009 óta jogi személyiség, és csatlakozni fog, megpróbál csatlakozni, vita van, hogy hogyan, például az ENSZ emberjogi dokumentumaihoz. És ugyanígy előbb-utóbb az Európa Tanács ajánlásait, ilyen a kisebbségi keretegyezmény, vagy a regionális vagy kisebbségi nyelvek kártája, vagy akár a legutóbbi magyar képviselő által kidolgozott Kalmár jelentés az autonómiákról. Ezeket a dokumentumokat elfogadja. Ez az egyik járható út. A másik az, hogy a roma jelentés, a roma stratégia mintájára elfogad előbb-utóbb a parlament, elfogad előbb-utóbb egy jelentést, amit minden tagállamnak ajánlani fog. Tudjuk a bizánci időkből, hogy a Sejem zsinort is ajánlással küldték el. Ez egy ellenkező példa, hogy a jó gyakorlatokat is illik betartani, tehát ezt az ajánlást kötelező lesz betartani, és nyilvánvaló, hogy a paradigmaváltás azt jelenti, hogy fel kell fogja már a többség, ezen dolgozunk minden nap, hogy ez emberjogi kérdés, ez az uniós szerződésben, a lisszaboni szerződésben lefektetett... És nem országokon belüli belügy? Kötelesség, gazdasági, biztonságpolitikai, és hát nem utolsó sorban az általam említett jövőbe látó, ugye előrelátó gondolkodás. Tegyél és készíts el egy kisebbségi törvénytervezetet, mert lehet, hogy 100 év múlva a te közösséged lesz kisebbségi ebben az állandóan változó és átalakuló Európában. A paradigmaváltást tovább ragozhatjuk, az azt jelenti, hogy meg kell változtatni az eddigi praktikákat és gondolkodásmódot, és Európa legújabb történelme is azt mutatja, lásd az ukrán helyzetet, vagy volt Jugoszláviát, ahol ezt megnyugtató módon tudták kezelni, ott béke van, ott gazdasági fejlődés is van. Ahol ezt szőnyeg alá dugták, Görögország és Franciaország, láthatjuk, hogy mi van, és ahol pedig ilyen huncut balkáni módra próbálnak vitézkedni, mint Szlovákiában, meg Romániában, ott is láthatjuk, hogy mi van. Reméljük, hogy Románia, Szlovákia, Görögország, Franciaország a jó tanulóktól veszi a példát, és őket követi, nem pedig tovább folytatja ezt a politikát, ami sehova sem vezet, illetve oda vezet, hogy mindenféle szempontból sereghajtói lesznek ezek az országok az uniónak, gazdasági szempontból is, nem csak kisebbségvédelmi, emberjogi kérdésekben. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én is köszönöm.